Elkészültél? Oké, okay, csak úgy tettem le, hogy nehogy elveszítsük, jó? Jaj, el ne veszítsük. Látsz valamit? De jó. Daganatos gyermekbetegekkel foglalkozunk, és próbáljuk az ő kemoterápia okozta mellékhatásaikat, illetve a kórházi bentöltés miatt is stresszes állapotot csökkenteni, azáltal, hogy virtuális valóság VR játékokkal játszunk velük. Igen, erről is lesz szó, mi több, ez lesz a fő téma, de ezen kívül lesznek itt más dolgok is. Például egy szuper rendezvényről ejtek szót, amire páros belépőjegyet is nyerhettek, illetve megemlékezünk arról, hogy mi van ma, hogy nézzétek ezt az adást. Hát igen, nem véletlenül éjszaka veszem fel, nem tudom, hogy ezt mennyire lehet látni, de muszáj, hogy még ma, vagyis holnap kimenjen. Ja, elfelejtettem beköszönni. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár. Szóval visszatérve a mai napra, március 14-e van, vagyis 3. hó 14-e, 3.14, 3.14, vagyis ma van a Pi nap. Próbáltam egy jó hosszú szünetet tartani. Ez az a nap, amikor mindenféle körrel, illetve pivel kapcsolatos dolgokba megy bele az ember, néha nagyon irracionálisan is akár. Például a Facebookon volt nemrég egy versenykiírás, amiben mnemotechnikai verseket vártak a pivel kapcsolatban. Ezek olyan versek, amelyekben az egymás követő szavak a pi egyes jegyeinek megfelelő számú betűből állnak. Nem tudom, hogy ezt a versenyt ki fogja nyerni, nagyon remélem, hogy az, aki mellett aktívan kampányoltam Facebookon és Twitteren, de ha nem is ő nyerné, azt a külön díjat mindenképpen megkapja tőlem, hogy én ezt most nektek felolvasom, mert egyszerűen zseniális. Lám, e száma nyerő, idillikus, un minden olyat, mi véges, ciklikus, diadalmas, hosszas műalkotás, oly jó, oly ámulatba ejtő csodás. Le tudtam írni, itt van memoárom. Pár jó strófán folytatom. Hoppá. És ebben a versben nem csak az a fantasztikus, hogy tulajdonképpen végig a pi-ről szól, hanem az is, hogyha anagrammaként összeolvassátok a sorok első betűit, akkor az a Ludolf szót adja ki. Nem véletlenül, ugyanis Ludolf van Szöjlen, nem tudom, sose tudom a holland neveket kiejteni, szóval ő egy holland-német matematikus volt, aki az életének egy jelentős részét arra fordította, hogy a pi számjegyeit számolja ki. Úgyhogy ezért is hívják néha Pit Ludolf féle számnak. Hát megemlékeztek a szenvedéseiről. Ennyit a P-napról, de most térjünk vissza a fő témánkra, utána pedig jön a játék. Ha jól tudom, itt Magyarországon mi vagyunk a másodikak, akik virtuális valósággal foglalkozunk. Európában is szerintem úttörőnek számítunk. A tengeren túlon több olyan dologról tudok, ami már ebben a területen dolgoznak és próbálják fájdalomcsillapítása, szorongás, depresszió csökkentésre használni. Tudod, régen voltak ezek a játékok, ahol körbe kellett rajzolni, és akkor összeálltam egy kép, kis pontokat kellett összekötni. Á, világító spárcával. Egy baboly. Egy baboly, és akkor elvileg ez meg is jelenik. Azt az eget, ez nagyon jó. Ezek a gyerekek ugye a kemoterápia miatt egy infúziós állványhoz vannak idézőjelve kikötve, addig, amíg a kórházban vannak. Eltávolodnak az otthonuktól, ugye a barátoktól, a családtól, a családi környezettől, és ugye már ez egy nagy stressz faktor az ő életükben. A célunk pedig az, hogy ugye ezt egy kicsit csökkentsük. Van kalózos. Ja, még kötögetek. Ufós, persze, kötöges, egy kettőt álmat össze, biztos tetszeni fog nekem. A kemoterápia mellékhatásai, több mellékhatása csökkenthető akkor, hogyha a páciens egy jó szíhés státuszban várja a kemót, vagy egy jó szíhés státusz van a kemó alatt. És akkor így az a célunk ezzel, hogy a kemoterápia mellékhatásait csökkentsük, illetve jobb hangulatban terjenek azok a kórházi napok. Hát most egy hajót kirajzoltam, és jön egy azt az nekem eget. Nekem az a kedvencem. Nekem a hajós kedvencem, mert ez... Ja, mert itt több hajó is van, és küzdenek egymással. És küzdenek egymással, és akkor végén majd lesz egy durva dolog, majd készülj fel. Jézusom! 2017-ben kezdtem ezt az egészen. Egy éves gondolkodás után indítottuk ezt a pilot kutatást a kettes számú gyermekklinikán, és 2018-ban úgy látta az innovációs igazgatóság a Semmelweis Egyetemen, hogy ez az egész kutatás, amit mi csinálunk, megér egy leginnovatívabb TDK munkának járó díjat, és akkor szerencsére ezt sikerült megnyernem. Oh.
És akkor lelőtt a végén, ugye? Egyelőre csak szubjektív eredményeink vannak. Én azt látom a gyerekeken, hogy tényleg feldugódnak tőle, illetve vannak, akik tényleg megnyugszanak, és egy ilyen relaxált állapotba kerülnek, akár esetleg alszanak is utána egyet. És mindenképpen azt érzem, hogy érdemes ezzel komolyabban foglalkozni, hogyha éppenséggel azok az eszközök, ahogy most vizsgáljuk a gyerekeket, nem mutatnak semmi olyan dolgot, amivel tudnánk bizonyítani a hatást. Bizony van értelme ezzel foglalkozni, szerintem ez egy nagyon hasznos kutatás. Egyébként Sanyi volt a vendége az e-heti Szertár podcast adásnak is, ami valószínűleg a téma miatt nagyon-nagyon-nagyon nagy hallgatottságot ért el már az első nap. Úgyhogy nem is tudom, mikor volt olyan adás, amit ennyien meghallgattak rögtön az elején. Az adásban nagyon sokat beszélgettünk nem csak Sanyi kutatásának részleteiről, de arról is, hogy mi mindenre használják akár már ma is a VR-t az egészségügyben, szerte a világban. Ha meg szeretnétek hallgatni, a linkjét természetesen berakom a videó alá, emellett pedig berakom Sanyinak a Twitterének a linkjét is, ugyanis nagyon sok mindent szokott posztolni digitális egészségügy témában, ami szerintem egy olyan dolog, amire érdemes odafigyelni, úgyhogy kövessétek őt is. Meg engem is. És ahogy ígértem a videó elején, jöjjön a játék, amiben páros belépő jegyeket nyerhettek a Mesterek és Módszertanok házának legújabb sorozatának első részére. Ennek a sorozatnak egyébként az élménybiológiából ismert Jós Andi a szakmai vezetője, ő fogja a műsorokat is vezetni. Ez valahol azért jelzi, hogy egy szuper jó kezdeményezésről lesz szó. Elsősorban tudományos innovációs témákat fog körüljárni. A mostani március 28-i rendezvénynek a központi témája a járványok lesznek, ami azért valahol kapcsolódik ennek az adásnak a fő témájához is. Sőt, nem akarok rossz májú lenni, de a vezető előadás az pont a szuperbaktériumokról fog szólni, ami azért a kórházak környékén elég gyakran előjön. Ezek azok a szuperrezisztens, mindenféle antibiotikumra rezisztens baktériumok, amikkel szemben nagyon-nagyon nehezen tudjuk felvenni a versenyt. De ezeknek is van egy Achilles sarka, és pont ezeket fogja bemutatni majd Pál Csaba, aki egyébként egy kiváló biológus a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. Szóval ő lesz az egyik előadó, a másik pedig Molnár Orsi, aki a Fémlabnek volt tavaly döntőse, és a Szertár podcastben is volt néhány héttel ezelőtt vendég. Ez az az adás, aminek a címe az volt, hogy elfelejtettem, hogy mi volt a címe, puskáznom kell. Ha lesz zombivírus, az is nemi úton terjed majd. Ezen kívül pedig majd megpróbálunk egy szertáros élő bejelentkezést csinálni onnan, beszélgetünk egy kicsit a témáról, és megpróbálunk titeket is bevonni itt a csatornán keresztül. Hétfőn fogjuk lepróbálni a technikát, nem ígérem, hogy ez 100%-ig működni fog, kísérleti jelleggel csináljuk. Remélem élvezni fogjátok. Aki ott szeretne lenni a helyszínen, annak egyrészt belinkelem a jegyvásárlási lehetőségeket, vagy pedig nagyon figyeljen és írja meg kommentben, hogy milyen területeken várható szerinte, hogy a VR előre fog törni. Játékot nem említhettek, de lehet egészségügyi felhasználási terület, vagy bármi más egyébként, ha meghallgattátok a podcastet, ott azért jó sok mindent említettünk Sanyival, úgyhogy azokból is puskázhattok, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti hol várjátok, hogy a virtuális valóság teret fog hódítani magának a jövőben. Nyilván nagyon jó lenne, hogyha mindenféle hasznos dolgokat írnátok. Hétfőn fogok sorsolni, úgyhogy hajrá! Én pedig most gyorsan megvágom ezt az adást, és megyek aludni. Sziasztok!